Üdvözlet mindenkinek, 2023, május 14-e van, és ezúttal a harmadik világháború lesz a téma, de emellett találtam egy érdekes videót, ami összekapcsolja ezt az egészet egy földönkívüli kívüli invázióval. Ez egy animációs film, nem tudom pontosan, megnézzük majd, hogy kikészítette, de van egy érdekes felvetés a filmben, ez az, amit meg szeretnék mutatni, előtte azonban megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Hát ételezem, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek az elméjét megragadták az ilyen és ehhez hasonló képek, különösen az, ami a Terminátorban volt, az valami ilyesmit ábrázolta, hogyan a Skynet ugye kilőtte ezeket a rakétákat Oroszországra, aztán az oroszok válaszoltak erre, és a végén az egész világ elpusztult. Persze valamennyi túlélő maradt, ez az, amiről a film szól, legalábbis az előzményéről, ennek az eseménynek az előzményéről. Én számos alkalommal álmodtam ezzel a jelenséggel, és mindig olyan borzasztó volt, fel kellene, olyan valóságos volt, hogy a rakéták megérkeznek a földre, és elpusztítják. Azt most már tudom, hogy az egyfajta előrelátás volt, egy üzenet az atyától, hogy fel tudja készülni, még akkor is ez, hogy 30 év volt, meg 20 is akár, arra, ami most vár ránk, és nem azt akarom mondani, hogy én teljesen pessimista vagyok az ügyben, hogy most lebombázzak minket, azt meghalunk, de végül is hát akkor sincs semmi. A lényeg, amit, amire ki akarok térni, az az, hogy hosszú ideje már megy ez a programozás a világháborúval kapcsolatban, de nem csak a világháború, hanem egyfajta idegen invázió is az, amit elültetnek az embereknek a fejében. És persze amellett, hogy érdekesnek találjuk ezt, legalábbis az emberek nagy része ezt érdekesnek találja, a fő célja ezeknek mégsem a szórakoztatás, hanem egyfajta jövőképnek a vázolása és akkor, mikor megérkezik az a jövőkép, akkor, illetve valóságá válik, akkor sokkal egyszerűbb lesz elfogadni az embereknek. Nyilván van ebben egy adag mágia, olyan, hogy az igazi értelmében nem arra gondolok most, amire a többség asszociál a szóval kapcsolatban, hogy kártyatrükök meg varázslás, hanem az, hogy elmondom, mi az, ami várható, és ezért hát az emberek elméjében ez lesz, és a cselekedeteiket úgy irányítják majd, hogy valóra váltsák azt. Ez egyébként nem, egy, egyrészt nem is egy új keletű dolog, másrészt nem is valami olyasmi, ami, ami nem létezik. Ezt mindenki tapasztalhatja a saját életében. A gondolatai, és nem azt akarom mondani, hogy a gondolataim azok a jövőt előidézik, vagy én alakít, de a cselekedeteimet kétségtelenül befolyásolják. Hogyha valaki mindig pessimista, akkor olyan döntéseket fog meghozni, és majd, hogy nem csak egy ilyen önmagát beteljesítő jóslattá változik az élete. Mindig arról beszél, hogy beteg vagyok, beteg vagyok, akkor mindig beteg lesz, hisz olyan döntéseket hoz, és az a negatív elmeállapot, ahogyan éli az életét. Ezt persze úgy hívják, legalábbis az angolban, hogy predictive programming, azaz előzetes programozás, vagy előrejelző programozás, tehát megmutatják ilyen vagy olyan formában, különösen az audiovizuális technika segítségével, hogy mi következik, és aztán felkészítenek rá, illetve mindenki úgy éli az életét, hogy be is teljesítse ezt a feltételezett valóságot. De jussunk el végre a filmhez, gondolom mindenki erre vár. Ezt a filmet, ezt Hashim IG oldalán találtam, aki egyébként Hasem AI, azaz mesterséges intelligencia, Gaili, aki azt írja a filméről, hogy Last Stand. A Last Stand az azt jelenti, hogy az utolsó csata lényegében a stand ebben az értelemben kiállás, amikor az ember kiáll magáért, vagy valaki kiáll valamiért, igazáért, feláll a célokért. Ez az emberiségnek egy utolsó ilyen nagy ütközetéről, vagy csatájáról szól, és érdekes módon nem is, nem is egy külső fenyegetés ellen fogja ezt megvívni. Remélem, hogy nem lövök de túl nagy csattanókat itt már rögtön az elején, de azt írja Hashem AI Gaili, hogy ez egy science fiction rövid film, és mesterséges intelligencia segítségével készült. Amúgy nagyszerűen néz ki az egész, nincsen vele semmi probléma, mármint ami a technológiát illeti. Egyből az elején láthatjuk azt, ahogyan különböző, illetve számos Idegen űrhajó megérkezik a Föld légteréhez. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahoo.hu weboldalon ez elérhető.